A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, hát ezekben az időszakokban a művészetekkel foglalkozunk elsősorban, bár a királyi napok programsorozata véget ért, azért nagyon sok minden kezdődik. Rövidesen itt van a színházi évad, és megvolt az évadnyitója az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak is. Erről már beszámoltunk, most azonban nagyon fontos, hogy lépcsőről lépcsőre haladva felkérjük a művészeti vezetőket, hogy mondják el véleményüket a következő évadról, hiszen az Alba Régia Szimfonikus Zenekar fantasztikus évet zárt az elmúlt időszakban, függetlenül természetesen a koronavírus járványtól, és hát most is egy olyan évad vár ránk, ami azt hiszem, hogy minden klasszikus zene rajongót kielégíthet. Vendégem Szabó Balázs, művészeti tanácsadó. Szervusz Balázs! Szervusz! Köszönöm. Mielőtt a meghívást. A csoda őszről beszélünk, ami előttünk áll, egy kicsit essék szó a Királyi Napok programsorozatáról. Egy fantasztikus bánkban előadásnak lehettünk tanúi. Én azt hiszem, hogy ritkán ér a Székesfehérvárit olyan opera élmény, mint amit ez a darab adott. Én azt hiszem, hogy ez a koncertszerű előadás mindent vitt, mondom ezt, némiképp bulvárosan. Arról nem beszélve, hogy a címszereplő Fekete Attila mellett köszönthettük a nagyon ritkán látott három csodafehérvárit, nevezetesen Zemlényi Esztert, Rezsnyák Róbertet és Gábor Gézát is. No, egy kicsit beszéljünk a bánkbárról. Örömmel beszélek róla. Tehát talán onnan indulhatunk, hogy ha jól emlékszel, és már pedig hát persze, hogy jól emlékszel, és valamennyien jól emlékszünk, hogy a 2000-es évek elején a Muzika Régia Fesztiválnak a keretében azért volt alkalmunk operaleadásokat nézni, igaz, nem az Icsiligetben, hanem a Városház téren, és úgy gondolom, hogy valamennyünk számára, ha én is kicsit bulváros leszek, feledhetetlen emlék marad a Paraszbecsületnek az a csodálatos előadása 2005 nyarán, de visszaemlékezhetünk a Hárira, a János Vitézre, a Bernstein Csodák Városa musicalre, vagy éppen Mozart Figaro lakodalma című operájára, Székely Fonóra. Tehát voltak nagy igényű, és úgy gondolom, hogy kimagaslóan jól is sikerült színházi előadások. De aztán jött a 2008-as, 2009-es válság, és akkor az opera tulajdonképpen hát így eltűnt az életünkből, vagy nagyon ritkán hangzott föl. Ha jól emlékszem, a színház megnyitóján a Paraszbecsületet azért még egyszer előadtuk koncert körülmények között. Nos, hát az idei év tervezésekor a polgármester úr megfogalmazta azt a kérését, hogy nagyon szeretné, hogyha a Királyi Napoknak a keretében egy opera előadás létrejöhetne. Akár úgy is, hogy a zenekarunk most már szinte hagyományosnak mondható térélmény koncertjét ez az opera előadás jelentse. Ezt nagyon nagy örömmel fogadtuk, ezt a fölvetést, hiszen egy opera előadásnak ugye nem akármilyen anyagi vonzatai vannak, és Dobszai Péter kiváló művészeti vezetőnk pedig hát a bánkbán ötletét tette le az asztalra, amit természetesen nagy örömmel támogattunk. Az is nyilvánvaló volt, hogy ez egy félig szenírozott előadás lesz, tehát díszletek, jelmezek ezúttal nem lesznek. Színpadi mozgás volt valamelyest, a közönség láthatta, hogy a szereplők azért kijöttek, bejöttek, illetve a kivetítőn különböző hát, grafikák és szép háttérképek helyettesítették úgymond az opera színpadot. Bár itt hadd szúrjam közbe ezt a mondatot, hogy ilyen remek színpadot én még Fehérváron nem láttam. Tehát ilyen jól felszerelt, ekkora méretű, ilyen impozáns, kiváló volt a hangosítás, a fények, minden. A zenekar és a művészeti vezetés is teljesen meg volt elégedve ezekkel a körülményekkel, sőt, hát el voltunk ragadtatva, de akárkivel beszéltem, mindenki csak szuperlatívuszokban nyilatkozott a körülményekről.
Szóval a Bangban előadásának az ötlete körülbelül a tavaszra megszületett, és a város nagylelkű támogatásának köszönhetően ezt meg tudtuk szervezni. Péter számára, Dobszai Péter számára azért volt ez egy nagyon nagy kihívás, hiszen ilyen léptékű opera produkciót eddig még ő nem csinált, hiszen most valóban az ő vállán volt ennek az egész produkciónak a súlya, ő hívta meg az énekeseket, vezette a próbákat, és hát tulajdonképpen egy heti kemény próbamunkával készült el az a produkció, amit a közönség láthatott. Fölvetésedre rögtön vissza is térnék, természetesen magától értetődő volt, hogy a székesfehérvári illetőségű származású operaénekes kollégáink szerepeljenek ebben az előadásban, ők is természetesen. Hát nagy sajnálattal mondom, persze nem így is csodálatos volt, hogy a Boros Csillát is szerettük volna fölléptetni, de neki egy egészségügyi problémája miatt ő nem tudta vállalni a föllépést. És hát nyilván azokra a szerepekre, amelyekre nem volt Fehérvár illetőségi operaénekes, oda hívtuk, illetve hívta Péter a kiváló kollégákat. Nyilván a címszerepre, ami egy, a tenor irodalomnak az egyik legnagyobb kihívása, hát nyilván egy kitűnő operaénekest kerestünk, és Fekete Attila személyében, hála Istennek, meg is találtuk. Attilával beszéltem az előadás után, és fölidéztem neki, hogy a Hunyadit előadta itt, hogy a Hunyadinak a címszerepét ő énekelte, ha jól emlékszem, 2008-ban a Muzika Régia Fesztiválnak a keretében, úgyhogy én már mind a két nagy Erkel operának a címszerepébe hallhattuk, láthattuk őt, és ő is nagyon jól szívvel emlékezett meg arról az előadásról is, és külön kifejezte köszönetét, és hát nem utolsó sorban a fehérvári közönség fölötti elragadtatását és meglepetését, hogy milyen jól érezte itt magát, és mennyire jó előadást sikerült összehozni ilyen rövid idő alatt. Hát ez megerősítés egyébként mindenkinek. Mint ahogy megerősítés volt az elmúlt évadok nagyszerű sikerei, az Alba Régia Szimfonikus Zenekarról beszélünk, hiszen jószerivel valamennyi műfajba belekóstolhattunk a klasszikus zeneirodalomból, és én azt hiszem, hogy az a csapat, ami itt összejött Székesfehérváron, tehát gondolok itt Ruf Tamásra, mint vezetőre, Dobszai Péterről már említést tettünk, Dobri Dani, és nem utolsó sorban természetesen te magad, sikerült egy olyan repertoárt összeállítani, ami a bérletekkel, bérlet nélkül, de mindenképpen azt hiszem, hogy példa mind arra, hogy hogyan kell egy műfajt megszerettetni a székesfehérváriakkal, vagy bárhol máshogy. És hát az nem feledhetjük el, hiszen a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy nehéz időszakot kellett megélni a szimfonikus zenekarnak. Koronavírus járvány, gazdasági válság, ez így együtt azért nagyon nehéz volt. Ennek tükrében hogyan sikerült összehozni az idei programot, hiszen nézzük, a megszokott koncertek, mármint sorozatok mellett értelemszerűen azért elindultak olyan újdonságok, mint a Kérdezd a karmestert, Kérdezd a zeneszerzőt, amelyek szintén nagy népszerűségre tettek szert. Igen. Menjünk sorba. Menjünk sorba. Én azt gondolom, hogy az idei évnek talán a legnagyobb ajándéka az idei évad, most már beszélhetünk úgy az előttünk álló évadnak, hogy meg tudtuk tervezni. Hiszen most remélhetőleg nem kell már olyan korlátozásokkal számolni, amelyeket mind a válság, mind pedig a koronavírus jelentett. Ugye a polgármester úr a nyitó sajtótájékoztatón ezt direkt meg is erősítette, hogy a színház nem fog bezárni, tehát nyugodtan lehet a január, február, márciusi időszakra is tervezni. Ugye ne felejtsük el, az előző idényben 3 hónapig gyakorlatilag nem játszott a zenekar, hiszen nem volt hol. Ez nagyban megkönnyítette a munkát, mint ahogy megkönnyítette a munkát az is, hogy ahogyan említetted is, valóban kialakultak a bérleti struktúrák, amelyeket egyelőre még nem bérletnek, hanem sorozatnak nevezünk. Tehát a Farkas sorozat, a Somorjai sorozat, az Ünnepi sorozat, a Partitúra ifjúsági koncertek sorozata, a Kérdezd a zeneszerzőt, Kérdezd a karmester sorozatok. Tehát én azt gondolom, hogy az új kezdeményezések mondhatni hagyománnyá váltak, a régi sorozatok azok tovább élnek, tehát most már tudtuk, hogy mire számíthatunk, és tudtuk azokat, és ismertük azokat a feltételeket is, amelyeket egy ilyen típusú zenekar, amely ugye egy kiemelt minősítésű előadó művészi együttes felé támasztanak. Hogy a
kedves nézők is értsék, tehát 60 koncertet kell adni egy évadban, tehát ezt a mennyiséget kell nekünk elosztanunk az évad során, vagy kellett elosztanunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy körülbelül hát 10 napos, 2 hetes rendszerességgel igen. fogunk játszani, a nagyobb koncertek így követik egymást, és a bérleteket pedig igyekeztünk úgy elosztani az évad során, hogy az évad első felében, tehát december 31-éig, és a rákövetkező hónapokban általában 2-2 koncert megy le minden bérleti sorozatból. A somorjai bérlet az idén bővült, nem 4 koncert lesz, hanem 5 koncert, ez egy újdonság, és hát természetesen lesznek olyan a bérletekbe vagy sorozatokban nem tartozó koncertek is, amelyek viszont már hozzátartoznak a városunk zenei kultúrájához, például ilyen az október 1-i zenei világnapi gálástól természetesen föllép a zenekar, és nagyon szeretnénk az idén, ezt elárulhatom, a Valentin napi koncertnek a gyakorlatát újra föléleszteni, hát remélhetőleg ez sikerülni fog. Nyilvánvaló. Nos, a Farkas Ferenc is működik, és ahogy itt nézegettem, tehát azok a címek, amelyek itt megjelennek, már is mutatják, hogy milyen sokszínű a projekt, program. A Tündértánc és a Magyar Hősök az egyként ugye nagyszerű vendégek, mert azért a vendégekről is essék szó, mert általában ugye a bérletekben Dobszai Péter vezényel, viszont vendégként azért itt, ha nézzük a partitúrát is, illetve a zeneszerző generációkban is olyan vendégek lesznek, akik vezényelnek, hogy ez egy nagyszerű felhozatal. Igen. Az idei évnek mindenképpen egy nagyon jó alapot adott az, hogy az állami támogatás mértéke a zenekarunk felé jelentősen megnőtt. Ez úgy gondolom, hogy talán nem vagyok szerénytelen, ha úgy fogalmazom, hogy elismerése annak a munkának, amit az elmúlt 2 évben letettünk az asztalra, tehát egy kicsit nagyobb költségvetésre tervezhettünk, és ennek köszönhető, hogy olyan művészek, mint például Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész, vagy Farkas Gábor kiváló zongoraművész, a Zeneakadémia tanszékvezető professzora, Langer Ágnes, a fiatal magyar hegedűs generáció egyik ragyogó tehetsége, Bogányi Tibor, a panofilharmonikusok neves vezető karmestere, szóval egészen kitűnő vendégművészek fognak érkezni, akiknek a meghívására eddig nem azért nem került sor, mert nem szerettük volna őket meghívni, hanem hogy egyszerűen nem volt rá lehetőségünk. Most viszont van lehetőségünk, és meg is ragadtuk ezeket a lehetőségeket. A kezembe tartott prospektus egy kicsit még hiányos is, hiszen 1-2 koncerttel kapcsolatban még zajlanak a tárgyalások, például az október 24-i Magyar Hősök koncertnek a karmesterét még nem tüntettük föl, de ide is egy neves muzsikus fog érkezni. Tehát én azt gondolom, hogy nagy jövésmenés lesz a szó pozitív értelmében. Nagyon kiváló muzsikusokat ismerhet meg a székesfehéri közönség, közöttük olyanokat is, akik eddig még nem léptek föl Székesfehérváron, vagy nagyon ritkán léptek föl. Egyaránt. Igen, igen, így gondolom. Tehát szólistákat és karmestereket egyaránt hozunk. És hát természetesen az ismert arcokkal is találkozhatnak. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az ünnepi sorozatot ebben az évadban Pad Zoltán Lisztdíjas karnagy úr kezébe tehettük le, aki az Ars Oratória kamarakórusnak a művészeti vezetője, tehát ő évek óta intenzív kapcsolatban van Székesfehérvárral, és talán nem árulok el titkot, ő maga is mindig elmondja, hogy nagyon szereti a székesfehérvári közönséget, nagyon szeret itt dolgozni, és az ünnepi sorozatunkban 3 egészen különleges darabot fog majd dirigálni, Cherubini C-moll requiemjét, Liszt Krisztus oratóriumának első részét, a karácsonyi részt, ami szerintem még talán soha nem hangzott föl Székesfehérváron, és hát márciusban pedig Bach János passióját. Amire én külön felfigyeltem a Somorjai Ferenc sorozat keretében, önmagában már a címek is meghatározóak, ugye lesz egy Haydn Eszterházán, illetve egy Schubertiáda. Ez egy nagyon komoly lépcső, én azt hiszem, hogy a klasszikus zenebarátok lubickolnak most majd egy ideig, hiszen itt nagyon-nagyon fontos
történetek ezek, és ez ugye, ha már a helyekről is beszéljünk, ez a Szent István Művelődési Házban lesz mindkét koncert, a hagyományokhoz hűen. Pontosan így van. Nagyon köszönjük Jakubek Ágnes igazgatóasszonynak, hogy ilyen kedvesen és mindig készségesen áll a tárgyalások elé, és ebbe az igazán patinás, nagyszerű koncertteremben tarthatjuk meg ezt a kamara zenekari sorozatunkat. Nos, a címek edukációs szándékokat takarnak, ezt hadd áruljam el, hiszen próbáljuk a közönségünket a szó legjobb értelmében nevelni, és az ő ismereteiket és zenetörténeti tájékozottságukat növelni. A Haydn-Eszterházán koncert tulajdonképpen arra utal, hogy a bécsi klasszika nagymestere évtizedeket töltött el Magyarországon, az Eszterházi családnak a szolgálatában, Kismartonban, illetve hát Eszterházán, vagy ahogy ma hívják, Fertődön. Ez az első koncert, amelyben D-dur nyitánya és két szimfóniája, két remek művű szimfóniája fog fölcsendülni, a nagyon ismert Fiszmol búcsú szimfónia, és a nagy közönség számára talán kevéssé ismert, de az életmű egyik legragyogóbb darabjának számító 88-as G-dur szimfónia. Ezekről az évtizedekről ad egy keresztmetszetet, hogy mit csinált Haydn itt, és milyen zene értékekkel gazdagította a magyar zene történetét. A második koncertünk Schubertiáda, a november 16-i koncertünk. Ennek a elnevezésnek a hátterében ugye egy létező fogalom áll szintén. Így hívták azt a baráti kört, amely Schubert köré szerveződve fiatal értelmiségieket, költőket, festőket, muzsikusokat tömörített, és az ő általuk rendezett nagyon hangulatos estéknek volt ez tulajdonképpen a címe, Schubertiáda. Ha valaki azonban megnézi a programot, két Schubert és egy Paganini mű fog fölcsendülni. Ennek az oka pedig a következő. Niccolò Paganini a világ történelem talán legnagyobb hegedűse. 1820-as évek 28 körül indult első nagy európai koncert turnéjára. Már majd több mint 40 éves volt ekkor a mester, amikor először megjelent az európai nyilvánosság előtt, és ennek a körútnak a során útba ejtette Bécset. 1828 pedig Schubert életének utolsó esztendeje. Tehát tulajdonképpen a két nagy muzsikus úgymond találkozott egymással, és erre utal a műsorválasztás. Schubert és Paganini első pillantásra talán meglepőnek tűnő társítása, de Schubertől az olasz nyitányt fogjuk előadni, illetve a 6. C-dur szimfóniát, amelyben az olasz zene, tehát Rossini zenének a hatása a legerőteljesebben érvényesül. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy álcázott olasz est lesz Bécsben. Ha már a helyszíneknél tartunk, akkor jöjjünk egy kicsit haza. Ugye azt tudjuk, hogy véglegesen otthonra lehet az Alberiga Szimfonikus Zenekar a fürdősoron, ez nagyon jó hír, és az is nagyon jó hír, hogy folytatódik a partitúra ifjúsági bérletsorozat, illetve a Kérdezd a zeneszerzőt karmestert sorozat, ez is az Arzó Székházban, ami nagyon-nagyon fontos. Meg kell, hogy valljam, és ez elhangzott már másutt is, hogy nagyon sokan tartottak attól, hogy milyen körülmények várják a nézőket a székházban. Aztán kiderült, hogy rendkívül népszerű lett ez a sorozat, tehát mindig zsúfolt, teltház volt. Hiszen a partitúra az egy dolog, de a Kérdezz a zeneszerzőt, ahol játékos formában, de azért mégis a mélységeit megmutatva fogadják a vendégeket, azt hiszem, hogy ez teli találat. Én is úgy gondolom, és itt Dobri Dani kortárs művészeti vezetőnknek nagy érdemei vannak, hogy ezt élettel töltötte meg ezt a sorozatot. Nos, az idei első fél évben ugye Magyar Zeneszerző Generációk címet viseli az első koncert, amelyben lesz ismét egy ősbemutató, Madarász Iván, aki az idősebb generációhoz tartozik, az ő Piccolo versenyének az ősbemutatója lesz, és Fekete Gyula és Bella Máté darabok is fölcsendülnek. De igazából a november 24-i koncertre szeretném most a figyelmet jobban fölhívni, Ligeti Reflexiók, ugye viseli a cím, hiszen Ligeti György 100 éve született, és természetesen a mi zenekarunk sem maradhat ki abból, hogy tisztelegjen a mester a 20. század második felének, úgy gondolom,
egyik legjelentősebb zeneszerzője, vagy talán legjelentősebb zeneszerzője életműve előtt. Úgyhogy Ligeti rendkívül nehéz kammerkoncert című darabját fogjuk megszólaltatni, és egy Dargai Marcell mű is fölcsendül, és lesz még más is, itt még nem végleges a műsor. És hadd mondjam örömmel, Tihanyi László tanár úr, a kitűnő zeneszerző és karmester, nagy örömünkre elvállalt ennek a koncertnek a dirigálását. Megint említem az edukációs célt, a zenekar számára, a művészeink számára úgy gondolom nagyon komoly tanulási folyamattal fog fölérni, hogy egy ilyen avatott szakember fogja bevezetni őket a kortárs zene és a Ligeti mű előadásának a műhely titkaiba. Még egy helyszínről kell, hogy beszéljünk kicsit bővebben, ez nem más, mint a Vörösmarty Színház. Örömmel vettük tudomásul, hogy egy olyan együttműködés alakul ki a Vörösmarty Színház, ezt egyébként Cikora János a Vörösmarty Színház évadnyitóján is bejelentette, ami az egyéb művészeti ágakat is befogadja. Most ettől függetlenül a Farkas Ferenc sorozatot folytatódik, de nyilván ennek lesz még folytatása is. Igen. Ugye el fog indulni egy Városi Bérlet című programsorozat, amelynek keretében a zenekar is fog egy koncertet adni, pontosabban nem koncertet fog adni, de erről most még hadd ne mondjak, ez hadd legyen még meglepetés, mert a produkció még előkészítés alatt áll. Ez nem szerepel természetesen ebben az Éva tervünkben, de lesz ebben a Városi Bérlet sorozatban is egy föllépésünk, és hát nagyon reméljük, hogy a Farkas sorozatnak a hangversenyei azok hát minél nagyobb közönséget fognak vonzani. Komoly riválisokkal fogunk szembenézni, ha szabad így mondanom, bár a zenében én nem szeretem ezt a rivális kifejezést. Az idei Filharmónia bérlet keretében a vezető magyar szimfonikus zenekarok fognak hozzánk látogatni, tehát a Koncerto Budapestet is, a rádiózenekart is fogja fogadni a Vörösmarty Színház, és hát például októberben a rádiózenekar után 2 héttel játszunk mi ott a Farkas sorozatban, úgyhogy azt gondolom, hogy a nagy zenekari hangversenyek rajongói igazán szép évad elé nézhetnek, hiszen a Filharmónia bérlet és a mi sorozatunk jobbnál jobb műsorokat, kitűnő szólistákat és karmestereket kínál. Úgyhogy a székesfehérvári zenei életnek a kínálata azt gondolom, hogy lassan vetekszik már egy komoly nyugat-európai középvárosnak a kínálatával. Ha már a Filharmónia bérletet szóba hoztam, májusban, tehát a következő évnek, az évadunknak a végén Brahms Német Requiemjére kapott a zenekar felkérést a Nemzeti Énekkarnak a közreműködésével, Dobszai Péter fogja dirigálni, tehát mi zárjuk a Filharmónia bérletnek a székesfehérvári sorozatát ér. Is. Mint ahogy az egész felsorolásból kiderült, én azt hiszem, hogy véglegesen szívós munkával, tehetséggel, összetartozással sikerült elérni, hogy egyre népszerűbb a szimfonikus zenekar, a klasszikus zene Székesfehérváron. Hát ezt köszönöm neked is, hiszen nagyon sokat dolgoztok ezért. Miként búcsúzzunk? Hogy nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a székesfehérvári közönséget valamennyi programunkra. Igyekeztünk a barokk zenétől a kortárs zenéig a lehető legszélesebb palettát összeállítani, igyekeztünk kitűnő művészeket hívni, akik nem csak a közönségnek, de a zenekar számára is egy élményt adó együttműködést fognak produkálni. Most már tényleg csak az van hátra, hogy örüljünk és élvezzük együtt ezeket a különleges estéket, és kérjük, hogy minél nagyobb számban jöjjenek és látogassák a hangversenyeinket és rendezvényeinket. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen, hogy kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet, és kérem, ne feledjék, rövidesen kezdődik az Alba Régia Szimfonikus Zenekar 2023-24-es évada. Várjuk önöket, várják önöket szeretettel, tisztelettel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.